Féreg, a pillanat bóboréka elvész, idő sincs mérve lételének. Madárt a szárny, körmök állatot nem váltanak meg. Kérges, büszke fát letesznek századoknak sólyai. Az ember feljő, lelke fény folya. A nagy mindenség benne tükrözi. A magyar költészet nem lenne Vörös Marti Mihály lírája nélkül az, ami. A bölcsesség és a higgadt végiggondoltság épp úgy jellemzi szerte ágazó művészetét, mint a szenvedély és a végletekig szó kimondó indulatok. Ebből a sokarcú lírából táplálkoztak, tanultak és merítettek erőt a későbbiekben is a költő utódai. A magyar kulturális örökség közvetítésében Vörös Marti életműve kiemelkedő jelentőséggel bír. Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról, s áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, s eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság. Vörös Marti Mihály verseiből állítottuk össze ezt az előadást. Hát nem véletlen, hogy itt Bonyhádon Vörös Marti estet adunk elő a 222 éve született költő tiszteletére, hiszen itt Bonyhádon tanítóskodott a Perczel családban, illetve Bonyhád Börzsöny puszta, ha jól tudom, most tudtam meg, hogy az már most Bonyhádhoz is tartozik, Bonyhád egy része. Tehát itt tanítóskodott, itt született sok remek műve, verse is, de hát Vörös Marti nagy mítoszteremtő volt, a Zalán futását is itt kezdte írni Börzsöny pusztán, amivel aztán berobbant az akkori irodalmi életbe és országos ismertséget nyert, és jó magam is mondok egy részletet a Zalán futásából. Nagyon aktuális egyébként Vörös Marti, tehát nem csak azokon a helyeken adjuk elő, és kapunk igen pozitív visszajelzéseket az estről, ahol Vörös Marti élt, vagy volt köze mondjuk Kápolnásnyéken, a szülőfalujában, a környékén. Mert annyira aktuális lett, egyrészt ugye a költőzseni kicsit a jövőbe is látnak, és ő maga is szinte leírta az elkövetkezendő 150-200 évet, ami történni fog, és tényleg ma azért is aktuális Vörös Marti, ugye olyan nagy klasszikus, biztos ilyen veretes nyelv, ugye iskolába is jó, egy picit így félnek tőle, hol ott valóban, még egyszer mondom, aktuális a gondolata, hiszen az emberi, a nemzeti identitásra és az egész emberiség sorsáról egyszerre gondolkodott, és most így a 21. század elején, amikor az egyes ember, a nemzet fogalma és identitásválsággal küzdik, és az emberiség előtt soha nem látott kihívások állnak, gondoljunk csak a globális felmelegedésre, vagy mostanság ugye itt a különböző háborús veszélyekre, nagyon aktuálisak Vörös Marti gondolatai, és mi próbáljuk híven, de kortárs módon átadni. A Mi dolgunk a világon című Verszínházi előadásban elhangzó költemények mintegy egymásnak felelnek egy dramatizált játék líra történet keretében, melyhez korabeli dallamok, motívumok felhasználásával megzenésített versek társulnak. A zene ebben az ütköző szerepét játssza, tehát hogy úgy valamennyire még megmaradjanak a keretek, mert nagyon sok minden mást szívesen átvariálunk. A zene pedig, amit én ehhez hozzá tudtam egy kicsit tenni, azok valójában nem pont azok a dallamok, amellyel Vörös Marti verseit a saját korában énekelték, mert ezek nem a legdalszerűbb versei, hanem például antik alkajoszi strófában írott két éneke is elhangzik, hát nekünk most már éneke, az egyiket itt írta Börzsönyben, de
azért érdekes, mert ezeket a versformákat régen az iskolában nem úgy tanulták, hogy a tanár felkarmolta a táblára, és mindenki rettegve próbálta hosszú és rövid szótagokkal elmondani, hanem emögött is énektudás volt. A reneszánsz korban még négy szólamú gyerek kórussal is énekeltek ilyesmit, hát persze, hogy mindenki tudta az antik versformákat, mert a bőrük alatt volt. És tulajdonképpen Vörösmarty korosztálya még ennek itt-ott az iskolában megtapasztalhatta a jeleit. Tehát olyan dallamokra éneklem az Alkajoszi vagy a Disztihonos költeményeit is, amelyeket használtak az oktatásban, tehát a fülébe csenghettek, amikor írta. Ő nem szánta már ezeket éneknek, de így másodlagosan mégiscsak azok. A környékre gondolva, tehát akár ugyanezek az élményei Pálóczi Horváth Ádámnak meglehettek a debreceni kollégiumban. Tehát különösen protestáns iskolákban volt erős, de a katolikusok is ugyanúgy ismerték ezeket a gyűjteményeket. Ami pedig nem ilyen dallam, itt például igyekeztem írni egyet az egyik legszebb Vörösmarty vers szerintem, bár ugye nagyon erős a mezőny, ez is énekszerű. Tehát, hogy ez emögött úgy dalszerű fordulatokat hall az ember, azért is bátorkodtam hozzá egy végül is 19. századi vándormotívumokból szőtt dallamot. Várhat-e az elfajult kortőletek új erőt? Vagy nincs-e pillantattok is már veszni menő unokáitokra? Egy 19. századi gitáron kísérem, amely az én mesterem még Kobzos Kis Tamásé volt. Talán ebben a minőségben a bonyhádi közönség is ismerheti. Én viszont röstellem, hogy csak először vagyok itt hosszabb időt, csak mindig csak átutaztam, pedig apám tulajdonképpen itt született, nagyapám pedig a járási állatorvos volt 1932-től 46-ig, és ma kinyomoztuk, hogy abban az épületben éltek akkor, ami ma a kormányhivatal. Tehát tulajdonképpen én itt itthon volnék, a háborút ők itt élték, meg csak utána költöztek vissza Kaposvárra, úgyhogy megtisztelő, hogy elhozhattuk ilyen értemben a családi ősök, meg a szellemi ősök szavát is ebbe a városba, ahol már most is érzem, hogy kedves fogadtatásban van részünk.